is only one war that matters, and it is... Sziasztok mindenki, én Tomi vagyok, megjelent a 7. évad 7. részének előzetese, és erről fogunk most beszélgetni, szóval akit nem érdekel, hogy mi várható nagyjából a részben, az természetesen ne nézze meg ezt a videót, hiszen nem akar gondolom a spoilereket. Szóval, az évad utolsó része következik, a finálé, ami nem feltétlen harcról vagy gyilkolászásról fog szólni, hanem valószínűleg a következő évadra fog előrevetíteni rengeteg információt, vagyis hát remélem, és abban is bízok, hogy nem tudjuk meg ezt már holnap, hogy miről fog szólni. Ugye természetesen teljesen véletlenül. Több szál is fut egyszer, amit át kell tárgyalni. Tudjuk azt, hogy Sansa elküldte Brienne királyvárba, a Kisúj elkövetkezendő napjairól is jó lenne valamit látni, Podrick elméletileg olyan testőrszerű lett, illetve természetesen a fogoly, amit éppen királyvárba szállítanak, a Cleganebowl, illetve a mások serege is kérdéses. Először is azt tisztázzuk, hogy elméletileg keserédes részre számíthatunk, ami nagyon nem jönne már rosszul, a haltatlan karaktereket eleget láttuk 6 részen keresztül. Már most nagyon sok teória kapcsolódik a 7. részhez, amiről pár szóban beszélni is fogok, viszont külön videót fognak kapni, tehát majd ezután meg tudod nézni azt is, ha érdekel. Királyvárban kezdünk, ahol mindkét oldal felsorakoztatta a seregét, visszakaptuk Juront és a Vaslottát, akikről eddig fogalmunk sincs, hogy hol voltak, viszont ha a teória igaz, akkor pontosan tudjuk. Kicsit beljebb megyünk a találka helyére. Itt kérdőjeles lehet az, hogy mindegyik Stark férfi, aki eddig királyvárba ment, az meghalt, és akkor most ott van Jon, viszont ugye tudjuk, hogy ő úgysem hal meg, szóval ezt lőjük ki. Maga a hely, ahol az egész gyűlés lesz, azt úgy nevezik, hogy Sárkányverem. A Sárkányverem egy hatalmas építmény királyvárban, Belor nagyszentélye mellett építették, és egykoron a Targaryenek ezt az építményt használták a sárkányaik lakhelyéül. A polgárháborúban, amit a sárkányok táncának nevezünk, 170 évvel az 5 király háborúja előtt pusztult el. Azon az éjszakán, amikor királyvár lakossága fellázadt, és a lázongó tömeg nagy része elpusztult, az itt megláncolt 5 sárkánnyal együtt. Az épület pusztulását Dreamfire okozta, aki kiszabadult a láncaiból és miközben próbált elmenekülni, lezuhant, ezzel saját magát, az építményt és az őrjöngő tömeg nagy részét is elpusztítva. Tudjuk azt, hogy Dany most Tyrion tanácsait fogja követni, teljes haderővel vonul a találkozóra. Ott vannak a makulátlanok, akik sikeresen végre pozíciót váltottak, ott vannak a dothrakiak, illetve ne feledkezzünk meg a maradék sárkányokról sem. Magában a csapatban nekem nem sikerült felfedeznem Dannyt, illetve az, hogy csak úgy oda sétál a sárkány királynő, az elég gagyi lenne. Szóval szerintem abban a sárkányveremben ismét lesznek sárkányok, ugyanis Dany Drogon hátán fog oda menni, ez elég jól hangzik, és ha logikusan átgondoljuk, a sárkányokat nem tudod kikötni egy fához, mint a lovakat, amik tárgyal, szóval a legészszerűbb az, ha ott vannak vele, és akkor tudja őket irányítani is. Ugye, az fontos leszögezni, hogy pár hét azért már eltehetett a hajós jelenet és a mostani részek között, szóval Sam helyzete is kérdéses, vajon elérte már éjszakra. Látjuk, hogy a Lannister sereget még mindig Jaime és Bronn vezetik, tehát lehetséges, hogy van már azóta pár új skorpió is eldugva, és ez a találkozó maga elég nagyvonalú lesz, tekintve, hogy fél Westeros összes katonája királyvárban lesz. Ebből jön az, hogy az kizárt, hogy Cersei csak úgy simán tárgyalni akar, tehát biztos lesz valami trükk vagy átverés. Nem tartom kizártnak, hogy az egész sárkányverem alatt futótűz van, illetve az sem, hogy Dannyt felkészületlenül várnák, amikor megjön mondjuk a sárkányokkal, ha azokkal jön. Elvileg Cersei úgy tudja, hogy Dannynek 3 sárkánya van, tehát ha csak feltehetőleg 2-t lát meg, jöhet a csapdát állított, ezért nincs ott a harmadik, aztán már is több értelmet nyer, ha hozzád érnek királyvár porigék szitu. Cersei-t elnézve elég határozott, ha tényleg terhes, örül magának a kis Lannister miatt, viszont erre is van egy gyönyörű teória. Viszont ha meglátják a zombit, akkor felmerülhet a kérdés, hogy milyen reakciókat várhatunk. Cersei nem először látna élőholtat, a személyes testőre is egy mozgó zombi, szóval így érted. A történések Deresben is nagyon fontosak, ott van Sansa, Arya, Kisúj és Bran. Brentől ahhoz képest, hogy mit tud, nem kaptunk túl sokat ebben az évadban, szóval most már valamit azért kéne csinálni, például Kisúj múltjával kapcsolatban. Arra is kíváncsi lennék, ha Sam eléri Derest, ha eléri, ami szerintem csak a 8. évadban fog megtörténni, akkor mégis rájönnek-e az Ultimate, hogyan győzzük le az Éjkirály taktikára. Fontos még Derest abból a szempontból is, hogy az Éjkirály megérintette Brent, tehát rajta maradt a jele. Ergo innen pontosan tudja, hogy Brent hol van. Tehát biztos, hogy először Derest veszi célba. Visszugorva kicsit, Jon nem fogja már szerintem Derest látni ebben az évadban, tehát mit csinálhat Sansa jelenleg?
Nagyon rémülten néz, nem kizárt, hogy éppen most hozták meg kisúj halálos ítéletét, vagy csak simán John miatt aggódik, mivel ő elment Királyvárba, mert neki voltak golyói, vagy talán Bran látott valami érdekeset. Ha kisúj halála tényleg bekövetkezik, akkor ahhoz kell Bran és a hatalma. Tehát egy Bran Arya Sansa kombó az szerintem várható, és innen fog kikerekedni, hogy Peter mégsem annyira jó arc, mint a Sansa gondolná, és ismét búcsúzunk egy remek karaktertől. A hetedik évadban lássuk be, az a legnagyobb probléma, hogy nem halnak az emberek. Mármint eddig bennünk volt az, hogy vajon túlélie, a hatodik részben, ha bár sajnáltam volna, de simán megölhették volna Tormundot is akár, egyszerűen mindenki halhatatlan. Az időutazás ne beszéljük túl, hozzászoktunk 6 rész alatt, valahol érthető, hogy nem érnek rá részeket áldozni az utazásra magára. Viszont ez a finálé. Eddig minden évadban a 9. rész volt az, amiről tudtuk, hogy ott biztos valami nagyon durva fog történni, itt most ez lehet az a rész. Több karakter halála is indokolt lenne, ott van például Yara, akivel nem tudom Euron mit tervez, de ő azóta nála van, hogy utoljára láttuk Királyvárban. Mivel a Euront játszó színész azt nyilatkozta, hogy sokkal kegyetlenebb lesz, mint Ramsay valaha volt, ezért ideje lenne elkezdeni, érted? Mondjuk feldarabolni Yarát vagy hasonló, mert ami nagyon érződik ebben az évadban az az, hogy nem szenvednek a karakterek. Ezért hiányzik rettenetesen Ramsay, viszont Euron teóriáiról később. Ehhez kapcsolódik egy jelenet, amiben ránézésre Theon összeesik a parton. Szerintem ekkor tudhatja meg, hogy a testvére halott, viszont nem is biztos, hogy az Theon. Jaime már találkozott Tyrionnal korábban, viszont Cersei hosszú idő után most fogja először látni, és kizárt, hogy ez valóban arról fog szólni, hogy megtárgyalják, hogy összefognak, hiszen ez a trónok harca itt nem menő a happy end, lássuk be. Arról, hogy hogyan jutnak át a mások a falon, több elmélet is van, az egyik lehetőség, hogy az éjkirály Viserion hátán átrepül és csinál valamit. Ha azt ugye tudjuk, hogy van ilyen szeizmikus ereje, tehát képes megrepeszteni a földet, lehet, hogy nagyobb verzióban képes lenne mondjuk a falat is megrepeszteni például. A másik elmélet szerint, ami kicsit gagyi, viszont nem lenne hülyeség, az az, hogy Viserion kreál egy amúgy a jéghidat a falra, és azon felgyalogolnak, illetve valóban kérdéses az, hogy az első részben látott sereg az óriásokkal az a mostani epizódot jelentette-e. Van még ugye a harmadik verzió, ami szintén nagyon érdekes, ugye láttuk már a fal ostromakor, hogy az óriás képes volt felemelni a vaskaput. Na most, hogyha ő képes volt felemelni nagy nehezen, ugye tudjuk azt, hogy az éjkirály például mérföldekkel sokkal erősebb, mint bárki, szóval szerintem oda menni is félkézzel felemelni, viszont azt, hogy most átgyalogoljanak a falon, az rettentően gagyi lenne, szóval mindenféleképpen vagy a sárkány, vagy pedig valamilyen mágia lesz itt szerintem bemutatva, hogy átmennek rajta. Hiszen azt tudjuk, hogy a víz körülötte nincs befagyva, tehát nem tudják megkerülni, ugye szóval ez az elmélet, ez így bukott. Egyébként Cersei-ről is vannak nagyon király teóriák, viszont, tehát nem csak egy, de ez mondom, hogy a következő videóban fog bekerülni Euronéval együtt. Illetve ugyebár még felmerült a kérdés, hogyha a Dany nincs ott a találkozón, vagyis mi nem láttuk a trailerben, akkor hol van? Sárkánykő maradt volna, mert Tyrion azt mondta neki, hogy nem mehet oda, bár mondjuk az elég hülye hangzik, hogy pont a sárkány királynő nincs ott azzal a személlyel, aki összehívta a tárgyalást, de így érted. Viszont az is nagyon érdekes, hogy pontosan Havas John az, aki tárgyal az érdekében, szóval lehetséges, hogy olyan küldöttként van ott John, mivel elméletileg letérdelt Dannynek, szóval ez is teljesen elképzelhető. Úgyhogy ez lett volna a finálé előzetesének az elemzése, nyugodtan írjátok le, hogy ti mit gondoltok, illetve kit vártok, hogy meg fog halni. Jó pár karakternek meg kellene halni, most már egy valami kicsit trónokharcásabb feelingje is legyen, viszont... Ugye olvastam olyat, hogy nagyon sokan várják azt, hogy Vörös Nász 2-t csináljanak, ami összintén szóval nem lehetséges, mert hogy ott van John, tehát most jelen például John az egyetlen, aki megakadályozza azt, hogy bármit felrobbantsanak, vagy ilyesmi, de azért nem lenne rossz, tehát azért gondoljunk bele. Ugye láttuk itt már úszó bajnokot, meg 100 kilóba páncéllal együtt kijön a vízből, meg jéghideg vízben nem fullad meg, meg nem fagy meg fél óra alatt, meg van itt minden, szóval valakinek meg kell halni, tehát az, hogyha nem fog meghalni senki a részben, akkor komolyan fellázadok, mert azért ez így nem menő, hogy 6 évadon keresztül mindenki életben maradt, ugye? Úgyhogy nyugodtan írjátok le, ti kit vártok, ki fog meghalni, illetve vajon mi fog történni azon a bizonyos találkozón. Ugye azt azért szögezzük le, hogy Cersei-t most hirtelen beállítani úgy, mint aki tényleg csak tárgyalni akar, és ő a megváltó, meg a nagyon rendes vagyok, az azért kicsit hihetetlen lenne, hiszen a karakterfejlődés az nem ezt árult el eddig. Illetve vajon Euron tudja-e, hogy Cersei terhes? Ugye ez is egy jó kérdés, hogy mit szólna ez, hogy hirtelen lehet, hogy oldalt váltana, és ugye azt mondaná, hogy fuck this shit, és aztán általán mondjuk Dannyhez, ez is ugye egy nagyon jó kérdés.
Úgyhogy ez lett volna az előzetes elemzésem, remélem tetszett nektek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!